Immár 21. alkalommal hívta életre a Magyar Sporttudományi Társaság az Országos Sporttudományi Kongresszust, melyet ezúttal Székesfehérváron rendeznek meg. A háromnapos tanácskozáson több mint 150 tematikus prezentáció keretében informálódhatnak a területen dolgozó szakemberek. A tudomány minden területét felöleli. Úgy mondanám, hogy mondjuk az akadémia mind a 11 osztályának tématerületeit a sport szempontjából fogja össze. A sporttudomány nekünk nem csak munka, hanem hobbi. Sose feledjük, hogy a sport önmagában, a tudomány önmagában nem jelent semmit, hiszen a sport fair play nélkül értelmezhetetlen, a tudomány pedig az erkölcs nélkül nem sokra megy. A kongresszusnak az Óbudai Egyetem fehérvári kampusza ad helyet. A Himmerházban tartott szerdai megnyitón Györök György, az Alba Régia műszaki kar dékánja köszöntötte a megjelenteket, aki kiemelte, az intézményben igyekeznek válaszokat megfogalmazni a város, a régió és a nemzetgazdaság kihívásaira. Örvendetesen erre válaszként indítottuk a következő képzésünket, immáron interdisziplinák irányába is nyitottan, a sport közgazdaság képzésünk ilyen. Tavaly szeptemberben indult, és ennek minden egyes rezdülését, ennek kapcsolódó rendezvényét is örömmel vállalja fel az egyetem. A magyar kormány olyan alapokat teremtett az elmúlt 14 évben a magyar sportnak, hogy semmilyen hiányérzete senkinek nem lehet. Ezt már Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárság államtitkára mondta köszöntőjében, aki hozzátette, fontos azonban az állandó megújulás és a szakemberek támogatása. Csak akkor lehetünk sikeresek a jövőben, ha képesek leszünk megújulni. Ha a hagyományosan jól működő módszerek mellé be tudjuk vonni azt az új tudást, azokat az új tudományos eredményeket, amelyek immár naponta jelennek meg Magyarországon és világszerte egyaránt. Ehhez pedig nem csak az elengedhetetlen, hogy támogassuk azokat a szakembereket, akik a sport különböző oldalainak tudományos hátterével foglalkoznak, de az is, hogy a támogatás mellett meg is halljuk azt, amit mondanak. A kongresszus nyitó rendezvényeként az érdeklődők, az élsportolói teljesítményt befolyásoló tényezők Párizs 2024 címmel sportszakmai konferencián vehettek részt. Ezzel párhuzamosan pedig a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőnapja szűrőkamionjában ingyenes vizsgálatokat végeztek az Alba Plázánál. A résztvevők előzetes bejelentkezés alapján közel 40 féle szűrést vehettek igénybe.